Sziasztok! Én Sisa Hunter vagyok. A mai videóban bemutatjuk nektek a Color Lotus egy replikát és a Color Lotus egy eredetit. Lássuk is a tesztet! És akkor itt is vagyok. Az, hogy milyen is a Color Lotus 1-nek a replikája, és milyen a sima Lotus 1. Nos, miben tér el? Kezdjük az elsőkkel. Ugye, már a dobozán is látszik, hogy ez AliExpress-es Lotus 1, ez meg pedig a President Vizipipa webáruházból, vagy ahonnan így meg akarjátok vásárolni, bármilyen webshopból, ahol eredetit adnak, ott ilyen a doboza. A replikának ilyen a doboza. Tehát dobozban is már eltér, ez egy sokkal masszívabb, keményebb és szebb kidolgozást találtak ki. Ami még, ami feltűnhet, hogy az alján is ugye írások vannak, ezen viszont nincs, tehát ilyen kicsit ilyen leharcolt, és ugye azért itt az elején is azért szebb így a megmunkálás. Nos, akkor térjünk is át a konzolra. A konzolnál ugye ő világosabb, kevésbé veszi át, ugye kevésbé rosszabb a hő hatására, vagyis jobban kezeli a hőt, mint a replika. Tehát, hogyha belenézzünk a belsejébe, azért így ez a replika, ez az eredeti. Eltérőbb azért így a Lotus 1-nek az eredetitől, és a replikától, ugye. Azért teljesen más. És az alja, ami a legfeltűnőbb, mind a kettő, ez például másfél éve nem lett használva, és inkább fél éve, egy éve inkább úgy lett, nem lett használva, és azért mindig próbálom így takarítani közben meg minden, és semennyire se tisztul nagyon. Az eredeti azért szebb sokkal, és szebben van így kidolgozva, nagyobbak ugye ezek a gombok, ennél azért nem. Tehát, hogyha így összerakjuk, azért így látszódik az, hogy sokkal nagyobb az eredetinek a gombjai, illetve azért így méretarányilag is egy kicsit azért nagyobb az eredeti. Tehát, hogyha így is megnézzük, azért nagyobb. Ami még feltűnhet, hogy ugye itt van egy kalódos felirat, ez azért szebben van kidolgozva, ez azért valljuk be, azért kicsit így elhanyagolva van, és ami még feltűnhet, hogy ennél a másik oldalon is itt van, tehát így megfordítom, két oldalon van a Color Lotus felirat, és azt mondjuk sima Color, itt azért csak egy oldalt. Szóval így igazából ennyi. Ugye, amit tudni lehet, azt majd használat közben elmondjuk. Lássuk is azt, hogy milyen használat közben a replika és az eredeti. És akkor itt is vagyunk a Color Lotus 1 replika és az eredeti közötti különbséget, illetve az, hogy miért is jó ez a Color Lotus 1. Igazából ugye a Lotus 1 plusz van így mindkettőnknél, ugye ez a replika, ez az eredeti. Az egy Verbund kerámia, az EUS, ez egy Oblaco Flower Power S kerámia, mind a kettő kerámiát megtaláljátok a csatornán, hogyha nem láttatok róla tesztet. Mind a kettő az oroszoknál eléggé vitt termék, és eléggé bevált termék is, a top 5-ben mind a kettő benne van. Ezért is használjuk úgy az, hogy különböző kerámia, különböző pipa, az egy MIG Armor X Premium, ez egy Stimulation Superior Black Matte. Ugye, amit még tudni illik, az, hogy az egy, mit is tömtél abba? OS Tobacco Red Lagoon, ami a Holster Ice Cactusnak a mentol nélküli változata, úgymond, szóval az is kaktusz ízű. Én nálam meg pedig egy X-Reacher Pink Limonade. Igen, igen. Az megy. Hát, igazából kíváncsiak vagyunk rá. Igazából te így mit mondasz el arról, hogy mondjuk a Lotus 1 az, hogy neked mik a tapasztalatai, kiknek ajánlod, és kiknek nem ezt a terméket? Hát igen, én is így elég régóta használom már a Lotus 1 Plus-t, ugye az eredetit,
és én teljesen meg vagyok vele elégedve, nem kell, hogyha az ember úgymond alufóliázáshoz lusta, akkor ez sokkal egyszerűbb, de alufóliával is ugyanúgy nagyon jó töméseket lehet kihozni, viszont azt vettem észre, hogy a konzolban, mint hogyha tovább tartana a tömés, ugye, hogy a szenek úgymond, hogy mondjam, be vannak fogva, így úgymond több hőt tart bent a konzol, és így kevesebb szénnel is ugyanazt a hatást el lehet érni, illetve nem is érdemes túl sok szent belerakni, mert hamarabb megég. Nagyon jól kihozza az ízeket, tisztábbak vele szerintem valamivel, és kényelmes használata, takarítása. Igen, vannak bizonyos szenek, amik például szénkonzolokra vannak tervezve, mint például a kokoszul. Vagy például van még ugye a Van Nationnek is olyan formái, ami inkább fóliára van tervezve, mint konzolra. Most már ezek a negyedel szén szenek, vagy a harmadolt szenek is, ezek is inkább konzolra vannak tervezve. Ezek a henger alakúak inkább fóliára, illetve rácsos megoldásokra vannak kitalálva. A Zokomo az inkább ilyen fólia plusz rács, és konzolra is jó. Igazából ugye mostanában már nem csak a Kalud készít színkonzolokat, már látjuk a Shishabaxot, a Quasart, akkor a Lotus 2-t is már láthatjuk, és még a Zeppelint, meg még egy csomó konzol létezik már. Illetve ugye ez egy ilyen olyan módszerű konzol, ugye ezek a zárt konzolok, nem annyit adtak azok a kéményes konzolok, tehát akkor azért térjenek el egymástól. A zárt konzolok igazából az ilyen panel kerámiákra vannak főként kitalálva, de azért természetesen sem UPG és Voskumaris. Voskurims, ja igen, mennek a Solaris kerámiára is így jól illeszkedik. Meg ugye van a Verbunna és egy pár ilyen aluljukacsos, tehát egyet kell megtudni, hogy a Lotus 1 igazából a kerámiák ilyen nagy részére jó. Én a Lotus 2-t, amikor így azt megkérdezik tőlem azt, hogy először vennének konzolt és melyiket ajánlom, én azt mondom mindenkinek, Kalód Lotus 1. Miért? Mert ugye a Lotus 1 az általában azért a legtöbb kerámiára jó. A Lotus 2 arra a kerámiára nem jó viszont, amire a Lotus 1 biztosan működik. Amire viszont működik a Kalód Lotus 2, arra jó a Lotus 1 is. Tehát ugye egy csomó minden például, ami így ugye ki van így úgymond alakítva neki, ja, van egy ilyen külön peremmel, arra jó a Lotus 2 csak, nagy részben. Igen, mert különben lötyögne. Igen, igaz. Vagy így leesne. Igazából vannak természetesen olyan módszerek, vannak akinek beválik amúgy egy-két kerámiára meg minden. Nekem őszintén nem találkoztam még olyan kerámiába, Solaris-a is erőlködtem, nem ment. Akárki akármit mond, szerintem Lotus 1-es sokkal jobb. Igazából a Lotus 1 az így, tényleg amúgy az orosz kerámiák 87-89%-ával működik. Igen, még azokkal is, aminek nincsen direkt pereme. Igen, tehát attól ne ijedjetek meg, mindig amikor így ellenőrizzétek, tehát az Oblapo is teljesen más peremekkel működik, meg a Vergund is. Tehát így tudtok egy kicsit így úgymond elhelyezkedni azt, hogy mit hogyan kell használni. Vagyis az, hogy hogyan kell használni, és hogy mire jó. De. Beindulásilag eljutottunk, ugyanúgy indult be mind a kettő konzol. Ízzel. Érzel mellékízt? Mellékízt igazából nem érzek. Szerintem inkább az anyagával lehet különbség. Illetve amit én észreltem most a kettő közt, hogy kicsit jobban el van színeződve a replika változat. Jobban lehet takarítani az eredetit. Igen, meg ugye ahogy láttam, ott van is sérülés ugye az alján a replikának, lehet, hogy az anyaga nem olyan keménységű, hogy puhább anyagból készül. És akkor most jöjjön az a verzió, hogy kiknek ajánljuk a replikát, és kiknek ajánljuk az eredetit. A replikát inkább azoknak ajánljuk, akik sajnálják a pénzt mondjuk az eredetire, és nem tudják azt, hogy mibe vághatnak bele, és hogy megéri-e az eredeti.
Igazából akivel így találkoztam és megvette a replikát, majd mondjuk kipróbálta valamelyik ismerőse által az eredetit, az mindig eljutott arra a szintre, hogy megéri megvenni. Igazából ez egy olyan termék, amit ugye egyszer veszünk meg, és amíg szét nem csesszük, addig lehet használni. Igen, bár ugye elég nehéz tönkretenni ezeket. Igen, tehát ugye ez nem egy olyan, mint egy fóliás. Tény az, hogy mondjuk így hirtelen nem kell annyit kiadni egy fóliáért, de mondjuk egy 2 évi pipázásból szerintem kijön egy fóliázásnak az ára. Igazából tényleg azoknak tudom ajánlani, akik mondjuk félnek kiadni ezt a pénzt a Lotus 1-re, és mondjuk egy kicsit be akarnak tekinteni ebbe a konzolos világban, annak bátran ajánlom a replikát. Igazából tényleg egy ilyen fél év, egy év után viszont le kell cserélni. Tehát én azt vettem észre a Lotus 2-nél és a Lotus 1-nél is az, hogy egy idő után le kell, hogy cserélniük, mert hogy nem tudják úgy leszedni a dohányt, meg nem tudják úgy tisztítani, ahogyan az eredetit. Tehát igen, egy ilyen fél évre teljesen jó, meg azt, hogy mondjuk használj egy kerámiát és kipróbálásra azt, hogy milyen konzollal. Arra tökéletes. Az eredetit igazából tényleg azoknak tudom ajánlani, akik tényleg megtehetik, akik tényleg bármilyen ára meg tudja tenni azt, hogy megvegye az eredetit, az ne is gondolkozzon, inkább vegye meg az eredetit, mint a replikát. Tehát az egy percig se mondja nekem azt, hogy valaki azt, hogy jobb az eredetitől mindig a replika vagy az utánzat. Tehát mindig jobb az eredeti. Tehát én mindig azt hiszem, hogy mindig jobb az eredeti, de ez szerintem sok terméknél is egyben van. Meg hát csalódás akkor biztosan fog érni az embert, főleg, hogy eléggé világhírű, nagyon sok helyen nagyon szeretik, és biztos, hogy ebben nem csalódik az ember. De itt tényleg tudom bátran ajánlani az eredetit, de tényleg, hogyha valaki meg tudja vásárolni, az kérdés nélkül vegye meg. A Resident Easy Pipa webáruházat meg is tudjátok vásárolni, létezik, kapható, ettől a kettőig is. Így van, igen. Lesz majd a Lotus 2-ről is igazából videónk lehet, és azt, hogy mi a különbség a replika között és a eredeti között. Igazából én nem akarom azt így külön így sugallni azt, hogy mondjuk külön tartalmat csinálni, egyben az egészet letudjuk, és azt, hogy mi a különbség. Igazából, hogy ugye magyarokra nézve, a Salar modern kerámiára jó a minire, vagyis a médiumra is, mini vagy médium van, mini? Úgy tudom, a médiumra is talán jó, meg a modern minire. Igen. Tehát a Salarnak az összes típusára jó. Ennyit tudunk mondani, ami magyar terméket így belevonva. Ami még így Japonára is jó, a Mamira is jó a Lotus 1, a Hooker John Ferrisre is jó a Kalod Lotus 1, illetve a Lotus 2, és a Japonára is jó a Lotus 2. Viszont egy Oblako S-re, vagy egy Verbundra ráraknám a Lotus 2-t, nem biztos, hogy tökéletes igen, lenne. Szóval ezek így, tényleg így bátran merem ajánlani a Lotus 1-et bárkinek. Nekem mind a kettő megvan eredeti formájában, szerintem jobb a Lotus 1, és nagyon sokattól lesz hallom azt, hogy a Lotus 2 igazából dizájnra jobb. Igen, viszont annak nincs akkora pereme, így ezáltal nem is tart bent annyi hőt, így azért ott több színnel kell játszani. Hamarabb kell feltenni a harmadik színet például rá, amikor már gyengül. Igaz a sapkát, vagyis a tetejét, hogyha ráteszik, akkor azzal is lehet ezt kontrollálni. Hát meg, hogyha rácsot... De tényleg nem vagytok biztosak azt, hogy mondjuk egy kerámiánál tegyük fönn, leesett a szénkonzol, amit bármi megtörténhet, vagy a szén lepotyog, akkor egy ilyen rácsot körülötte bátran ajánlok, vagy tegyetek alá egy tálcát, ami abban a hatótávban lehet az, hogy így felsik a szén. Igazából van még, amit így el szeretném mondani így a Lotus 1-el kapcsolatban. Tisztításra így használni, így igazából a dörzsis szivacsot ajánlom, meg ilyen, hogyha netán nincs nálatok dörzsis szivacs,
mit tudok mondani? Van az a kenőkés, ami inkább ilyen vajas kenyér. Hát igen, aminek nem konkrétan éle van, hanem csak... Igen, hanem ilyen kicsit ilyen recés. Igazából azt csináljátok azt, hogy mondjuk nem jön le a dohány, megfogjátok, víz alá rakjátok, ráengedtek forró vizet, azt, hogy így picit így áll, vagy mondjuk így folyamatosan így engeditek rá egy ilyen 10-20 percig, és akkor így megfogjátok, lekapargatjátok, egy kicsit így a dörzsivel így átmossátok, meg van oldva. És aztán így ugye tördőkendővel ugye így átítatjátok azt, hogy kijön belőle a víz. Ha mondjuk magasabb, jobban rá égett a dohány, akkor meg érdemesebb mondjuk kicsit hosszabb időre beászatni, igen, beletenni egy kis vízbe, és akkor hagyni mondjuk egy pár órát, vagy akár egy napot is ott ázni benne, és akkor utána könnyedén le lehet róla sikálni igazából. Még a drótkefét szokták ajánlani, én azt szoktam használni hozzá, viszont az ugye érdesebb, ugye, ezért a felületet is kicsit jobban csiszolja, úgymond hát kicsit ilyen hajszálkarcokat okoz rajta, de a problémát nem csinál benne, nem tesz kárt a konzolban. Igazából azt nem mondom azt, hogy jobb a fóliától. Igazából majdnem ugyanazt a opciót okozza, kényelmesebb. Igen, igen, annyi van. Tényleg kényelmesebb, és tényleg már vannak olyan kerámiák is, amit lehet használni fóliával, de nem minden esetre arra van kitalálva most, hanem a konzolra. Mert ha láthatjátok azt, hogy itthon sokan még fóliázás, még megragadtak ennél a fóliázás módszernél, meg minden, de hogyha kinéztek mondjuk Oroszországba, vagy mondjuk a németekhez, akkor már nagyon sokan inkább ezt a konzolos módszert használják, vagy fólia plusz rácsos konzol. Tehát ugye a kéményes konzolnak van az a plusz rácsa, azt így rárakjátok. Akkor ugye kevésbé ég meg a dohány, és igazából több, sok ideig bírja. Igen, igen. Igen. Tehát így nagyjából így mindent így tisztáztunk a Kalóz Lotus 1 és a replika közötti különbségről. Te észreveszel-e még rajta valamit? Ja, és még a replikánál néha megfordul valakinél az, hogy fémízt érzékel, vagy jelez így a pipa, kicsit ilyen fém íze, van ilyen égett fém íze. Én igazából azt nem érzem rajta, de ennél igazából nem érzek ilyet, de vannak olyanok, amik ugye, ilyenkor azt kell csinálni azt, hogy rárakjátok a szénízítóra, és kiégetitek belőle ezt a ízt, úgymond. Igen, igen. Azt így meg tudjátok oldani, vagy felíz, hogyha nem pazar, hogyha el akartok pazarolni mondjuk olyan szenet, amit nem használtok, akkor így három sarokra így ráteszitek a Lotus 1-re, és meg van oldva. Igazából minden szerintem elmondtunk szerintem is a Kalóz Lotus 1-jel kapcsolatban. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ezt nem tettétek meg. Én Sisa Hunter voltam, sziasztok!